Hello, sziasztok, üdvözöllek titeket, ez a Carmelix Simulator 2018. epizódja, és az egy előző rész helyett még csak kettő rész jelent meg, na mindegy. Olvastam az egyik kommentet, hogy az egyik néző javasolta nekem, hogy vegyem meg a Performance DLC-t. Várjunk, azt látjuk is. Mentés és kilépés a menüvel. Ja, hol van bemutató terem? Azt mondta, hogy a performance-t vegyem meg, mert az három kocsit ad hozzá, vagyis én azt már én néztem, hogy hármat ad hozzá, és még egyéb plusz cuccokat is ad. Gondolom ez a hármat adja hozzá, nem? De jó, hogy rákattintottam. Na mindegy. Nézzük meg rozsdáson. Hogy lehet rozsdás örökhárító? Maximum csak a festék lepattog róla. Tehát én nem is olyan rozsdás. A motorháztató meg egyáltalán nem rozsdás. Na mindegy. Visszamenni be. Szerintem ez lesz az. Vagy ez a három? Tudom, hogy három kocsi van. Vajon performance? Egy ilyen sportkocsit mutat nekem. Tehát akkor tudja, hogy nem ez. Tehát a másik monitoron néztem. Mihez hasonlít legjobban ehhez? Na mindegy. Azt javasolta, hogy a Maseratit azt nem kell, vagy nem érdemes annyira megvenni. Inkább a performance-t, megvettem a performance-t, úgyhogy most már még egy DLC-vel több van. Az előtt részben pedig megvettem a DeLorean DLC-t, úgyhogy most van 1, 2, 3, 4, 6 darab DLC van. Ez is másik adat, másik monitán számoltam meg. Úgyhogy van most már bőven kocsi, illetve nézzük meg, hogy mivel. Na, hogy mivel fogjuk kezdeni a mai részt. Ja, azért nem beszéltem a betöltés alatt, mert akkor ilyenkor szabadozna a hangom, úgyhogy, ja. Na, akkor van nekünk itt egy modos kocsi. Inkább ilyen modosokkal szeretnénk, most nem szeretnék az ilyen, legalább látszik is, hogy ott van a mod. Mod? Már annyira modos akarnék, de nem, DLC. Jó. Egy futómű, illetve kipufogó elvállal. De nehezen töltötted be. Fú, de csúra színed van. Na mozgassuk egy kicsit balra. Na nézzük, milyen dolgok vannak. Igen, szoktak, vagy van egy-két néző, ilyen profi autójavítós, meg sokat játszott a játékkal, úgyhogy valaki már profi nyomja, nekem még vissza kell szokni, ez már a 8. rész, már nagyjából megvannak a dolgok, de tényleg vissza kell még szokni ahhoz, hogy mint amikor tavaly játszottam ezekkel. Na, kipufogó hátsó, illetve leömlő. Na mindegy. Középső. Vagy mi? Mit? Középső, na, külső kormányosszakötő gömbfej, azt a komoly laprugó lefogató, laprugó tartó, stabilizátor összekötő rút BB. A leömlőhöz ezt itt kéne hozzáférni. A többi, ez pedig alulról, ha minden jól megy. Jó, ebből egy volt, ha jól láttam, így van. Kettő darab ez az összekötő,
De ezt alulról tudjuk, úgyhogy fel is emeljük. Hogy néz ki ez a kocsi? Az a szín. Na mennyi XP-nk van? 3400, és mit vásároltam? 1, 2, 3 dolgot már vettem, most nincsen pontom. Javasolt az egyik néző, hogy ezek közül is szerezzem be a dolgokat, mert sok hasznos dolog van benne. Természetesen ez az a következő sorozat. Mármint sorozat, nem sorozat, hanem a megvétele, vagyis elfogadása, vagyis nem tudom mi az. Használata. Azt nem tudom, hogy milyen. Ja tényleg, performance, emletek új menüt kaptunk ide alulra. Vagy valamit. Aha, itt van. Van most már ilyen teljesítményboltunk. Yeah! Na, plusz lóerőket ad nekünk. Zsír. Azt a komoly, lehet tuningolni. Yeah! Vagy eddig is ott volt? Nem, az nem volt ott. Na, azt mondja, azt leszettük, jöhet a külső kormányos szökötő, amit gömbfej van írva, ja. Inkább gömbfej, mint összekötő. Ez így most már jobb. Neve van. Egyik oldal, jöhet a másik oldal. Ja, így. Oksa, és akkor mi volt még? A gömbfejt leszettük. Ezt a kettőt leszettük, akkor kell, van még egy lefogató és egy tartó. Az pedig itt van hátul, ezt a kipófogót leszettük, és akkor... Ó, pont annál, egy darabnál van. Na. Na, ugrász itt jobbra-balra. Ezt kell leszedni. A másikat azt azért, hogy le tudjuk szedni a tartót. És akkor lejött ez, és akkor megvan. Nálam van mind az összes alkatrész. Nekem muszáj ide jönnöm, hogy megnézzem, hogy mit lehet javítani. Ó. 58%. Sikerült megjavítanom. 19%. Ez az. És szét is törtem. 58% az kevés. 83, az úgy már jobb. Amúgy hány százalék kell? 78, akkor nem is lett volna elég az 58. Jó. Na, akkor egy alkatrészt eltörtünk, egyet pedig megjavítottunk. És akkor mehetünk a sima alkatrészboltba. Igaz, ez egy DLC-s kocsi. De szerintem az itt van benne. Na, volt nekünk olyan, hogy futómű. Futóműhöz kellett nekünk... Azt mondja, hogy... Ez... Jaj. Ezt meg tudtuk javítani, ez eltört. Akkor kellett nekünk a B-típusú. Ebből egy, kettő, és akkor volt még egy kipufogó leömlő. Hát csak kipufogó névem volt. Igen. Majdnem megnéztem, hogy van-e balos vagy jobbos, de nincsen. És akkor van egy leömlő, az pedig a motornál. Igen. Kipufogó leömlő. És szerintem ez volt az. Jó, ebből sincs balos jobbos. Na akkor egy, kettőt megvettük. Oké. Ezt megvettük, ezt a kettőt megvettük, ezt igen, azt is, azt hiszem ennyi. Na, kettes összeszerelési mód. Az visszarakva, ide jöhet a 1%-os természetesen, ide jöhet a 100, ja, nincsen 100%-os, mert ezt javítottam. De a jobbikat rakjuk a bal oldalra, ezt jól megmondtam. Amúgy meg pont fordítva nézem a kocsit. Itt volt a rossz ezen az oldalt. Jó, akkor elő pedig van a kormány. Belső kormány. Nem, az külső kormány gömbfej. Nem? Hanem kettes. Így van. Ezt innen nem tudom megszerelni, ezt majd fel kell.
Felülről kell szerelni, fel kell engedni a gépjárművet. Na, jött az összekötő is. Ez is. Ahogy nem lehet 100%-os vásárlást, szóval majd javításban 100%-os javítás, ha jól tudom, maximálisan 90%-ot lehet javítani az alkatrészen, miután megszereztük az összes pontot abból a odajutásig. Így van, 50 az első, amit most jelenleg 40 van, az első megvásárolható az 50, a legjobb a megvásárló, vagyis el kell jutni a 90%-ig. Még egy leömlőm van, ugye? Többi az alkatrész, az beraktam helyére. Így van. Amíg az ott megy lefele, én az inventory-ban eladok mindent. És akkor nincs nálam semmi. Ezt pedig visszaszereljük, vagyis nem visszaszereljük, hanem az újat azt beleszereljük a régi helyére. És elkészült a gépjárműünk, jöhet is a következő. Minden tökéletes, így kaptam munka befejezéséért is járó bónuszt. Leadjuk a munkát, és folytassuk a következő gépjárművel. Ami emletek, ez már az új. Nem tudom. Melyik a kék? Miért nem jelöl kékkel? Vagy ki, miért nem írja ki? Eléggé be kell tölteni. De jó néz ki. Ezt egy ilyen vajrosda színbe, vagy egy ilyen sárgába. Nézze ki jól. Nem lehet átfesteni? Még nem vagyok okos hozzá. Aztán itt van ottan alkatrész, amit javítani kell rajta. Motorikus problémák. Ne csörögjél, jó, kösz. Motorikus problémák. Szerintem én... Na, átmozgatjuk a jobb emelőre, mert bal emelőn dolgoztunk. Ugye jó, mivel ebbe bele fogok mindig akadni. Toljuk már arrébb. Nem tudom arrébb tolni. Na, motorikus probléma, úgyhogy ezt szét kell kapni, ezt a motort. Látszik az olajteknő, egy darab. Ez nem motorhoz tartozik, ez sem motorhoz tartozik. Ezért... Te piros ott valami. Alaprugó összekötő. De ezt útra tudok menni? Versenypálya? Nem? Gyártelepi tesztpálya. De igen, ebben van versenypálya is. Tényleg a versenypályán is ugyanúgy tudom tesztelni? Nem, azt a gyorsát is tudom. Menjünk egy versenypályát. Mit szóltok hozzá? Nem tudom, mennyit a motort. Akkor ezt se tudom. Mi az, hogy felhasználói? Ja. Nagyon rossz állapotban van a motor. Ezt csak egy szkennerre tudnám megoldani. Csináljuk azt, hogy behozok egy másik kocsit, és ha majd elérem azt a szintet, akkor megveszek egy OBD szkennert. Na. Ez az DeLorean! Már nem is gondolkozok semmin. DeLorean! Ez az javítása! Zsír! Mozgatás, bal emelő. Jó, nézzük a problémáját. Fékbetét, fékbetét, féknyereg, féktárcsa. Lötyögős érzés, kormányzás közben.
Általános futómű ellenzés és karbantartás. Akkor futómű és fékrendszer. Akkor ezt emeljük fel. Tudja, hogy nem tudok ezzel kimenni pályára, tesz pályára, úgyhogy megnézzük a dolgokat, leszedjük gyorsan. Hú, ezzel muszáj vagyok majd menni a végén egy teszt utat. Még akkor se, ha játék nem kéri. Na, DeLorean felni, ez az. Minden DeLorean. Az ott meg mi? Ja, a fékbetét. Rossz. Csak láttam egy kis csikatot. Jó, akkor úgy látom bajunk van a kormányűvel is, úgyhogy szétkapjuk teljesen. Ja, más padat is szét kell szedni. Le kell szedni nekünk ezt a stabilizátor összekötőt. Ez is B-típusú. Úgy van, mint a... Kicsit rozsdás, de nem annyira. Nagyon át a másik oldalra. Itt van egy rugó, ami szint úgy 15%-os, jó. Azt láttam is, hogy valószínű ez a probléma lehet. Itt van egy fake pofa helyett fake nyerek, amit cserélni kell. Itt egy fake betét, jó. És akkor kormányművet, hogy ki tudjuk szedni, kiszedjük a belső és külső összekötőt, vagy a kormányrudat. Na, menjünk hátra. Hűha. Ja, meg itt van egy csavar. De jó, azt külön így ki lehet venni. Ha, vicces. Valahol még van egy fékbetét, meg egy féknyereg, mert három volt. Itt a féktárcsával is gondok vannak. A személyén. Aha, így van, 10%-on vagyunk. A minőségben. Hát itt is itt van a féknyereg. Ja, nem, az egész csonk. Akkor itt mindent le kell szedni. Ja. Jó, akkor jöhet a féltengely. Van itt egy ilyen kis hajtás átvívő. Ezt mindenféleképpen ki tudjuk szedni. Pipak. És akkor még a rugózás maradt. Na, mondom, leszedni. Azat leszedjük is. Ja, még itt van egy... mind a kettő rossz. Rossz volt a kerékagy is, meg a csonkház. Na, akkor ezt elég jól szétkaptuk az egészet. Nézzük, hogy mit tudunk javítani. Mire vagyunk felkészültek. Hát, mivel DLC-s szerintem semmit. Jó. Azt az eget hol tudom DeLorean cuccot venni? Vagy itt nem kell? Mert a kerék... Ja, csak a keréknél értek el DeLorean-t? Na mindegy. Nézzük meg, hogy mit kell vásárolnunk. Minek jöttem ide? Hát nekem van tavom. Na. Akkor van itt egy ilyen, hogy O betű. Ó, még van egy ismeretlen alkatrész. Akkor még szedni kell szét, a többit ezt felfedeztük. Igen, ezeket kiszedtem. Első rugót kiszedtem. Felső felfüggesztéskar kiszedtem. Szerintem elől lesz valami probléma. És pont meg is láttam, egy gumipersely. Jól nyomom. Megedjük visszafele. Három fékbetét is. És egy táplagép. Na. Azt mondja, van nekünk egy fék. Egy, kettő. Betétből kellett három, ugye? Nyeregből kettő.
Meg egy darab fék tárcsa. Hajoltam sima. Jó, akkor utána jött egy futómű. Futóműből volt... Azt mondja, hogy belső kormányrúd egy darab. Igen. Volt egy... egy hátsó kerékagy. Első rugó, igen. Akkor volt egy gumipersely. Mi volt még egy felső felfüggesztés kar, ebből egyfajta van, akkor jó, ezt megvettük. Hátsó kerékagy B vagy A. Azt mondja, hogy... Mindegy, menjünk itt. Kormánymű és stabilizátor összekötő, abból kell venni kettőt. Mert csak kettő van ezen a kocsin. Hátul nincsen stabilizátor. Csak két helyre ér, érdekes. Igen, egy kormánymű. És akkor volt egy B. Jó. Na, no, nem egyest akartam nyomni ezt. Igen, első rugó megvettem, felső felfüggesztés kar megvettem, gumipersely megvettem, hátsó kerék agy B. Hátsó kerék agy B és hátsó tengely csunkház D. Azt a mindenit. Jó. Hátsó kerék agy B és hátsó tengelycsonkház D. Jó, el volt rejtve. Nem, de megvettem mindent. Igen, kettes, és akkor jöttünk már vissza. De jó, hogy van ez a tab, nem kell szaladgálnom jobbra-balra. Azt mondja, hogy itt volt a, ez a fajta, másik oldal volt a rossz. De mindegy, melyiket rakjuk. Ide újat kell rakni. A rugót azt cserélni kellett újra. A felső rész az visszamegy. Fékbetét az új, féknyereg az használt, vagy itt új volt, nem tudom. Ez az DMC, Delorilunk. Nyomatjuk, és ez az oldalkéz is van. Hát pipa, összedobtam. Na, akkor ide kellett az új, oda jöhet egy új összekötő. Ez egy használtat, vissza kell rakni. Akkor jöhet a új, szerintem. Hát a tudó is kell egy használt, ide 100%-os kell. Vagy bal oldal, vagy jobb oldalt rossz volt. Nem. Itt csak a fake betét volt rossz, igen, mert pontom, hogy átnéztem, na mindegy. Most nem foglalkozunk ezzel, meg van mindegyik. Az alapszint felett. Jó. Akkor hátra. Rakjuk össze ezt az oldalt, mert itt minden le lett szedve. Nem tudom, nem látom a dolgokat. Na, így most már jobb lesz. Itt legalább egyszerű, mert csak az egyik oldalt volt ez a kettő dolog hívás. Jó, ez mehet vissza. A fejtárcsa az... Szerintem a másik oldalra kellett az új. Na mindegy, majd meglátjuk. Ha nem fogadja el a játék, akkor... Nagyon hatik most is egyet. Egy felső felfüggesztés van, oké. Okay. Az itt kész van, és akkor fék nyereg, fék tárcsa. Akkor a fék tárcsa nincs visszarakva. Akkor nem ide kellett az új fék tárcsa. Akkor az inventoriumban mekkora fék tárcsa van.
Gyanálom a 100%-os. Akkor nem szóltam. Na, akkor mehet vissza. A többi cucc is. Jó. Van ilyen dolog, hogy van egy... Azért nézem én az alkatrészek állapotát. Tehát van itt egy javításhoz felhasználható alkatrészek minimális minősége 76%. Ha leszerek például a másik oldalról egy olyan alkatrészt, ami kisebb, mint 76%, és azt pont javítani kellett azt az alkatrészt, és véletlenül felcserélem a, mit tudom, egy bal oldalról szedtem le a rosszat, és jobb oldalra rakom fel az újat, akkor... és a másik helyére rakom a, mit tudom, 75-74%-osat, akkor azt nem fogja elfogadni a játék. Még mindig azt érzékeli, hogy az az alkatrész nem lett kicserélve, mert nem ért el a minimális minőségi százalékokat. Jó. Elméletileg még ezt összerakom. Minden zöld. Tökéletes, másik össze kell szerelni. Minden hiányozó alkatrész fel kell rakni, mert ilyenkor nem tudjuk visszaadni a tulajnak a kocsit. Kiírja, hogy nincs minden alkatrész felszerelve. Inventoryban van még valami. Azt hiszem ennyi. Engedjük le. Jó kis DeLorean. De ez még a másik fajta, az még a... Nem? Ja. Ez még a másik fajta, még egy ilyen... hűtőrátszerűség van ilyen. A másikon, az igazi, ami a filmben volt, ott van a... nem fog eszembe jutni. A fluxus kondenzátor, de hogy nem. Ennek elő kell jutni. Na, nézzük meg munkaleadása. Yeah, meg volt a DeLorean szerelés. És mi csak 3700 XP-nk van. Az inventory pedig... minden alkatrész eladása? Hulladékok eladása. Ez az... összes hulladék 8... dollár? Ez 2. Ez 11. Akkor hogy az... akkor csak... ah, persze. De hogy várjunk, a hulladék az... mit számít hulladéknak? A 0%-osok? Itt már csak 6. dollár, és két magas árat adtam el. Akkor nem, akkor egyesével el lesz adva. Mert csak 6-ot akart érte adni. Most itt van már 4, itt van 16, 2, itt 100 dollár, és 6 ér el akartuk adni. Megtartom ezt a 2-t, mert ezért nem kapok semmit. Ezért még kapok 5-öt, ezért kapok 2-t, ezért 8-at. És akkor ezért még 3-at. Ezért nem kapok semmit. És kapok érte 2 dollárt. Így 1 dollár. Így 1 dollár. Vagy nem tudom, mi számít hulladéknak ilyen 2% alatt. De majd később majd megnézem ezt is. Viszont ennyi fért volna ebbe az epizódba. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek az epizódot. És igen, nem tudok ugrálni. Pedig pattogni akartam, hogy... szeretünk egy DeLorean-t, úgyhogy még a következő részben gyúrok még egy kicsit az XP-re, és utána veszünk pár szkennert, legalábbis az OBD szkennert, hogy annak a motorját felül tudjam vizsgálni. Úgyhogy várlak titeket a következő részben, addig is, sziasztok!